Sziasztok! Ez itt a Ride Right, Zoli. Most éppen mellettem senki nincs, viszont a hátam mögött Suzuki terepújdonsága a DL800 DE verziója. Mitől is DE ez a verzió? Nos, igazából attól, hogy kicsit terepesebbre szánták, mint a normál utcai verziókat, ezért kapott egy állítható futóművet, elől-hátul. A design hozza a Suzuki régi DR800-ason megismert dizájnját, amiben ugye stílus teremtettek a Tour Enduro piacán. Itt látjátok a autohomos elsőkereket, ez egy 21 szoros elsőkerék, küllős kerék, terepgumival, vagy ilyen fél terepgumival. Ha, amint látjátok, stílszerűen megpróbálom úgy bemutatni ezt a motort, hogy ténylegesen egy ilyen könnyebb terepen, mondjuk ez a földút, ez most annyira nem erős, de azért ahogy itt átjöttem a bakonyon, különböző vízmosásokon, láthatjátok a felvételeken, elég jól teszi a dolgát a kis szerkezet. Óriási rúgóút, elég masszív első villa, gyárilag egy kis védőelem ide alulra, ez műanyagból van, de lehet hozzá fémet is rendelni. Van itt egy plusz vázunk, ami amellett, hogy segít ezt a kis védőelemet tartani, amellett valószínűleg merevíti is ezt az egész szerkezetet továbbra is. Aztán nagyon jó láttartók, látjátok, rücsizett minden, itt van egy gumi ebben, ami egészen jól fogja a csizmát, és jó kis puhává is teszi. Egy érdekesség van ebben a modellben, mégpedig az, hogy itt van egy külön kis védőelem. Ez azért szolgál itt, azért található itt, mert amikor felállsz a motorra, akkor a csizmádat ne a blokk oldalának támasz, hanem szépen ide, ehhez a kis védőelemhez. Hátrafele haladva megkapjuk a már ismert ezresen is megtalálható kipufogó dobunkat, kapunk egy egész tűrhető hátsó féket, illetve egy elég komoly kis hátsó villát, ami öntött alumíniumból van, de ugyanúgy, ahogy a GSX S800-as verziójában, ennek is lemezből van a váza, de mit sem érezni ebből a sztoriból, ami manapság divat, ez a fluo és matt fényezés, ez nagyon bejön itt is. Én azt gondolom, hogy ez a legjobb kinézetű fényezése a Suzuki-nak. Viszont egy dolgot nem nagyon értek, ezt a műanyagelemet. Ez a műanyagelem, ez itt végig fut a motoron, egész az oldalán, ide az ülés alá. Amit addig a szempontból értenék is, hogy takarjuk a vázat, meg itt különböző dizájnozást végzünk. Na de, mivel itt van a térdünk, hiába rücsizett anyag, hiába vannak ezek a kis rovátkák rajta, egyszerűen nem bírod megfogni combbal. Most erre ilyen tapi anyagokat nem nagyon tudsz rátenni, ugyanis ezen a rücsis felületen nem fog megtapadni ez a kis plusz védőke, amit felraknál és a combodhoz tennél, azért, hogy jobban tudják kapaszkodni a tankba egy-egy fékezéskor. Szóval ez dizájnból jó, de így nem annyira. És megfordítottam a kamerát, igazság szerint valószínűleg valaki ezt a motort úgy használta, hogy egy térdvédő volt rajta, és ha megnézitek, ez a bizonyos műanyag felület össze van karmolva, mint az őrült. Tehát 8000 km van a motorban, és ez ilyen trehányul néz ki.
Ebből a szempontból sem biztos, hogy jó megoldás volt ez. De ha valakinek van ilyenje, és normál utcai ruhába használja, vagy korduló ruhába használja, valószínűleg ez nem fog előfordulni, de azért mégiscsak én azt gondolom, hogy ezt lehetett volna szebben, vagy jobban. Egyéb iránt az ülésanyaga, az végig egy ilyen rücsizett, nagyon jól kialakított kis történet. Nem túl mély, viszont jól be lehet ide alulra ülni. Van elől is tartása, van hátul is tartása, tehát bele tudsz ide süppeszkedni, ide hátra. Tehát egy nagyobb tempón, amikor be kell hajolni egy kicsit a motor szélvédelmét megpróbálni növelni. Igazából tök jól el lehet rajta helyezkedni, még az ekkora testtel is, mint az enyém, hogy 2 méter vagyok, ezt már tudjátok, jó párszor mondtam. Apropó szélvédelem, hát ez a kis plexing van itt gyárilag, amit lehet állítgatni, ha megnézitek, akkor ott lent, mindjárt odafordítom a kamerát, ott lent van 3 ilyen kis lyukacska, azon keresztül lehetne állítgatni. Hagyd némi kívánni valót maga után a sztori. Tehát, hogyha ezt te utcai túraindulóként akarod használni, én azt gondolom, hogy erre valószínűleg egy nagyobb plexit fogsz tenni, mert akkor a szélvédelem tényleg hatásos lesz. Így nem mondanám, hogy az, leginkább semmit nem érzel, de dizájnba kellett legyen ott valami, aztán tószél. Egyébként meg, hogyha ilyen terepen használod, kint a földutakon, akkor valószínűleg van relevanciája ennek a sztorinak, ugyanis ez fölött könnyedén bárki ellát, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy jó megoldás egy olyan modellnél, amelyet igazából arra szántunk, hogy ki tudjál benézkedni vele földutakra, kicsit kalandozni, tényleg egy adventure motorként használni. Teljesítményeit tekintve megkapta ugyanazt a soros 2 hengeres blokkot, amit a GSX 8 SS verzióban is találhatok. Itt egy kissé nagyobb tömeggel, ezért nem is lehet azt a fajta dinamikát elvárni tőle, mint az utcai GSX 800-as tesótól, de azért egészen jól mozgatja ezt az elég nagy testet. Én megmondom őszintén, meglepődtem azon, amikor ráültem erre a motorra, ugyanis a brosúrákból, meg a mindenféle egyéb felvételekből én ezt egy közepes kis méretű endurónak gondoltam, viszont amikor én ráültem, akkor azt vettem észre, hogy a fenekem alatt, ha állok a motorom, motor mellett, a fenekem alatt maximum 5 centi, de lehet, hogy inkább csak 3 található, úgyhogy ez egy elég magas motorkerékpár. Azt gondolom, hogy a 3 mód, amit be lehet rajta állítani, ugyanúgy, ami megvan, az lehetővé teszi azt, hogy akár kint közúton, akár terepen, mindenhol megtaláld azt a verziót, ahol neked jól fog működni ez a motor, és a gázreakciókat magadra tudod szabni. Van benne egy 3 állású ABS kontroll, ami azt jelenti, hogy van 1-es-2-es állás, és van egy olyan verzió, amikor ki tudod kapcsolni a hátulját, tehát egy kicsit, hogyha akarod, akkor tudsz vele parolgatni, racingelni kint a homokon, vagy a kavicson. Aztán, ami még
Amit még találsz ebben az elektronikai csomagban, az traction control, ami lejtmenetvezérlőt is tartalmaz. Szóval egy elég komplex kis csomagot kaptál a pénzedért, amellett, hogy kaptál állítható futóművet, amellett, hogy kaptál gyorsváltót, amit megmondom őszintén, jó, de egy ilyen motorban minek. A futómű többet leginkább azért is, mert ide, erre a terepre, ilyen egyszerű kis földútra én nem nagyon szoktam kijönni. Viszont azt lehet mondani, hogy ha én tudok vele körülbelül 50-60-nal menni egy normál földúton, akkor egy olyan ember, aki ehhez már hozzászokott egy kicsit, az még komolyabban és még biztonságosabban tud vele közlekedni, mint én. Aminek terepen megvan az előnye, annak közúton egy kicsit megvan a hátránya is, ugyanis ez, ahogy gyárilag be van hangolva ez a futómű, egy picit túl laza. Tehát közúton azt lehet mondani, hogy a hullámok, amik megjelennek egy-egy kanyar közepén, jó magyar utakon, azok szépen belengetik ezt a futóművet, és néha napján azért képes így módosításokra is ez a járgány. Hozzáteszem, nem normál körülti tempónál történtek ezek a dolgok. A fékek egészen jók, ehhez a teljesítményhez megfelelőek, ugyanúgy, ahogy a GSX 8S-es verzióban, itt is nagyon lineárisan, nagyon frankon adagolhatóak, és amint említettem már, van három állítási lehetősége, hogy az ABS mikor avatkozzon be, de ezt is frankon magadra tudod szabni. Extra köszönet a Magyar Suzuki ZRT-nek, hogy kölcsönadták nekem ezt a motort. És hogy kinek ajánlanám? Hát igazából annak az embernek ajánlanám, aki egy kicsit kijár a homokba, kicsit kijár a kavicsos útra, elmegy erdőbe ide-oda túrázgatni, akik letérnek az aszfaltról. Ha te véletlenül nem az aszfaltról letérős típus vagy, akkor várd meg azt a verziót, amelyik az utcai verziója lesz ennek a motornak, hogy más gumikat fog kapni, más futóművet, más kerekeket, amik egy kicsit az utcai felhasználás jobban elősegítik, de ugyanezt a csomagot fogod valószínűleg megkapni abban a tekintetben, hogy az elektronikát és hasonló dolgokat, azt mindent megtartanak, nem is lenne értelme kivenni belőle. Tehát, hogyha te azt szeretnéd, egy olyan motort szeretnél, ami utcán és kín a földutakon is megállja a helyét, akkor ezt a motort nagyon ajánlom, bár megmondom őszintén, elég erős mezőnyben indul, ugye ott van a Yamahának a Teneréje, ott van a Hondának a Transalpja, ott van a Triumphnak is a Tigerje, ami a kisebbik Tigerről beszélek, nyilván nem a nagyobbikról, az 1300-as talán most már, az is, az őrületesen nagy blokkok lettek már, amit megmondom őszintén, nem is nagyon értek, hogy mi értelme van egy Tura Enduro-ban 150-60 lóerőnek. Ez a 83 lóerő bőven elegendő. Árazásban nagyjából oda került ez a modell, ahol az összes többi hasonló modell van, a Teneré, a Transalp, a Triumphnak a kisebbik Tigerje. Ez a 4-7 körüli összeg, ez, én azt gondolom, hogy ezért az elektronikai csomagért, az állítható futóműért, a telepképességekért, stb. Nem egy elrugaszkodó sztori. Hát én azt gondolom, hogy jó helyre lőtte be a Suzuki ezt a modellt. Más kérdés, hogy dizájnban kinek tetszik, hogy tetszik, miért tetszik. Én azt gondolom, hogy a Suzuki alapvető megbízhatósága
és a szuperbiztosra menése, értem én azt, hogy ők ritkán változtatnak dolgokon, és most jöttek egy új blokkal, meg egy új vázzal, meg egy új koncepcióval, így a 800-asok köré be tudták lőni ezt a sztorit. Én azt gondolom, hogy ők mindig akkor lépnek meg valamit, amikor furra biztosak a dolgokban. Ezzel valószínűleg soha, ugyanúgy, ahogy az összes többivel, soha nem lesz semmi problémád. Annyit kell tegyél, hogy csak elviszed szervizelni, aztán használgatod. Kérdés? Én azt gondolom, nincs. Ha tetszik, vegyed és vigyed. Ez voltam most egyedül. Nyomjatok egy lájkot, ha tetszett a videó. Remélem, sikerült átfogó képet adnom a hátam mögött lévő DL800 DL modellről. És legközelebb várunk titeket. Remélem, ugyanúgy, ahogy már megszokottátok másodmagammal, vagy Tamással, vagy Danival, esetleg Zsolti barátunkkal, aki nemrég csatlakozott a csapathoz, mint tréner tanonc. Aztán meglátjuk, hogy mi jön szembe velünk az úton.